követte Rooster, tehát messziről látta, hogy érkezik. Hát az biztos, hogy a Nigériai továbbra is ezeket az egyeneseket várhatjuk elsősorban. A kérdés az, hogy Roosternek mi kell változtatni. Egyrészt mindenképpen gyorsabbá kellene válnia, és picit talán attraktívabbá is, mert eddig nem pörög olyan szinten, amilyen kellene. Nem dolgozik eleget, én úgy érzem, és ez a távolság, ahonnan boxolnak, ahonnan igazából csak ilyen egyenes ütéssel tudják elérni egymást, ez nem igazán kedvez neki, tehát ő, Brewster az nem az a fajta boxoló, aki nagyon sok bal egyenes, jobb egyenes kombinációval örli fel az ellenfeleit, ő jobban szeret egy kicsit Brewsternél közelebb jönni, és akkor horogokkal felütéssel dolgozni, netán testre, ez már a legutóbbi meccsén is bizonyosodott Olofonnak, hogy a testütéseket nem igazán bírta jól, úgyhogy közelebb kellene jönni, tehát kicsit erőltetni a belharcot Brewsternek, és nem hagyni, hogy egy ilyen jab párbaj bontakozzon ki, mert ebből fiatalabb, most valamivel gyorsabbnak tűnő ellenfél nagyobb esélyekkel indul, mint az amerikai. Próbálja ő is ezeket az egyeneseket. De nem igazán következik semmiféle kombináció ezekből az előkészítő balosokból, és egy idő után ez egy kicsit olyan céltalanná válik, és hát ugye ebben a súlycsoportban nem ezt várjuk. Az biztos, hogy szépen fel lehet így őrölni az ellenfelet, de egy kicsit időigényes, és hogyha nem indít belőle más ütés, vagy más kombinációt, akkor ez egy ilyen pontütő verseny lesz, és az nem igazán kedvez a nézhetőségnek. Ez oda-vissza jab csata, ez nem biztos, hogy a nézettségnek jót fog tenni már. De hát reméljük, hogy ez csak Brewsternek valamilyen útkereső fegyvere. Mert... A vége felé úgyis bele kell mennie már a csínbe is, hogyha ez így folytatódik. És ezt a menetet nagyon nehéz lesz lepontozni, mert kicsit olyan lett, mint a pingpong. Tehát egy ide, egy oda, és mind a kettő üt. Nem is emlékszem már, itt ebben a menetben ütötte valaki egy jabben kívül egy értékelhető ütést. Ugye a jab csak azoknak, akik mondjuk kevesebb ütést néznek, ezek az egyenesek, amiket az első kézzel ütnek. És szokták mondani, ugye, hogy a boxban talán a legfontosabb ütés, tehát az alapütésnek. A németeknél biztosan. Amerikaiaknál is így nevezik. Az más kérdés, hogy az amerikaiaknál talán a jab az megmarad jabnek, tehát nem lesz belőle egy ilyen faltörő bal egyenes. A németeknél szokták ezt valóban, te is mondtad, inkább kihangsúlyozni, hogy igazi fegyvert kovácsolni ebből. Ugye erre eklatás például Darius Mihalcseszki volt, aki a bal egyeneseivel teljesen lebontotta az ellenfélnek, nem csak a védekezését, hanem magát az ellenfelet is lebontotta. Na most volt egy jó ütésváltás. Szép morgok volt. Végre látunk valami Roostertől, és amikor a hátsó kezét is használja. Jól ütött közben egyébként Olofont, egy kicsit megzavarta az akciót, ezt Brewster kezdeményezte, de nem igazán tudta boxing. Keep doing it, but keep touching him, feign him sometimes jab, feign him and throw the right hand and roll under if he don't throw nothing, bang, and go under, okay? But that's what I want. I want more of that. Understand? Beautiful round. Now we need these other moves. Mondta neki az edzője, hogy ne csak a jabet, hanem azért engedjél azt a hátsó kezet, mert egyszerűen belegyalogol az ellenfél. És ahogy te is mondtad, azonnal bukjon le a válaszreakció elől. És ha jól hallottam, még azt is mondta az edzője, picit fordítva látta, mint ahogy mi az első két menetet, abból a szempontból, hogy ő azt mondta, hogy a Nigériai nyerte az elsőt, és talán a másodikat. Szerintem is. Tehát, hogy én bevallom, pont fordítva láttam, hogy a másodikat tutira, és az első volt az, ami egy picit számomra neccesebb, de mind a kettő Olukuné volt. Ez a harmadik, ez már főleg így a végével. Ez inkább Brewsteré volt szerintem, az a ütés kombinációt a végén, az elég jó volt ahhoz, hogy elvigye a menetet. Ugyanis nem sok minden történt a menetben, tehát nem volt egy könnyen pontozható menet, és ilyenkor relatíve kevéssel is el lehet vinni. Az első két menet se olyan, és valószínűleg ezért is van az, hogy nagyon gyakran csalóka egy-egy pontozólap, mert ugye nagyon egyformának tűnnek a bunyósok, és úgyis meg lehet nyerni egy meccset 120-108-ra, tehát tulajdonképpen minden menetet megnyerve, hogy igazából egy meglehetősen kiegyensúlyozott meccsen mindig csak egy picivel jobb az egyik.
Szerinted az, hogy Brewsternek nagyobb múltja van, az a pontozó bírókban valamilyen hatást kivált? Nem hiszem. Ugye sok mindenki válthat hatást a pontozókból. Én nem feltételezek senkiről semmilyen ilyen részrehajlást. Ami szokták mondani, hogy a pontozóknak általában megzavarja az ítélő képességét, az mindig az, hogy hát nyilván, hogyha az egyik nagyon nagy név, akkor az nem feltétlen egy rossz ajánlólevél. Inkább az, hogy a menet vége, az hajlamosak a bírók az alapján eldönteni, hogy kinek adják a menetet, hogy megfakul egy kicsit az emlékezetükben, amit az első két percben csinál valaki. Úgyhogy egy jól meghúzott utolsó egy perccel el lehet vinni bizony a menetet. Brewster elég sokat mozog ebben a menetben, amit kértek is tőle a szünetben. Szóval ami nekem nem tetszik az, hogy ez a távolság, ahonnan ő boxol, ez nem igazán kedvez annak a bunyónak, amit ő nagyon jól tud. Úgy, közelebb kéne menni? Szerintem igen. Mert nagyon kevés a felütés, nagyon kevés a hátsó kezes találat. És nagyon jó balhorga van egyébként Brewsternek, és ezt most próbált egyébként, és elég jól talált is az első percben. Egy bal horoggal éppen hátrafelé lépett az ellenfél, tehát nem volt igazán nagy nyomot nem hagyott rajta, de ezzel neki lehet, hogy egy kicsit többet kellene próbálkoznia, mert így messziről ő ezekkel az egyenesekkel nem biztos, hogy meg tudja verni. Magasabb is az ellenfél nála, nagyobb az ütőtávja, és úgy látszik, hogy Olokun rá is állt erre a jab csatára, úgyhogy nem feltétlenül kellene elfogadnia ezt a fajta stílust. Másodszor nyomta le elég rövid időn belül Olokun Brewster fejét, ez szabálytalan. Előtte viszont volt egy eléggé kemény találata, nem is rosszul az Brewsternek, hogy a mérkőzés vezető egy picit megállította őket. Be is pislogott egy kicsit úgy Brewster, mint hogyha a szemével nem minden stimmelt volna ez nála. Ugye egy elég komoly kockázat, hogy az a egykori sérülés, az kiújulhat neki. Amiatt a retina leválás miatt több mint egy évet kellett kihagynia. Az is azért igencsak befolyásolta az ő karrierjét. Itt most megint nem villogott annyira azért Brewster, mint mondjuk a harmadikban. Nagyon nehéz lefontozni ezeket a meneteket. Nem volt igazán szép, tiszta találat, ez jó volt ez a... Itt van ez a amikor lenyomja a fejét, és ez az, ami szabálytalan. És ráadásul pont rossz oldalon állt neki már az ő szempontjából a bíró, mert teljesen tisztán látta Danny Van de Véle a szabálytalanságot. Ezt az egy kis csibészséget azért szoktak ezért is csinálni, tehát hogyha pont a másik oldalon áll a bíró, akkor takarásban van, akkor ezt meg tudja csinálni, pont reklamál is az edző. Piszkosan. Piszkosan. Küzd az ellen. Piszkosan is csak. Igen, önmagához képest piszkosul küzdni. A terv viszont jó, hallatszik a másik sarokból. Elégedettek lehetnek azért a nigiriai sarkában. Igen, én úgy érzem, hogy nem látják ők rosszul, tehát valóban működik, tehát ez a fajta box, hogyha ez így megy ez a mérkőzés, akkor itt még azért születhet meglepetés, mert azért kihagyástól függetlenül én úgy érzem, hogy itt ennek a meccsnek az esélyese Brewster, és itt most bedobták Olokunt a mély vízbe az utolsó mérkőzése után, hogyha tud, akkor ússzon, és hogyha itt bizonyít, akkor érdemes vele foglalkozni. Úgyhogy valószínűleg itt neki tehát érzi is a tétet, és nagyon komolyan vették ezt a meccset. Szépen mozgott most el, legalább felső testbe, ha már lábbal nem. Igen, viszont ebből nem igazán tud ütést indítani Brewster, tehát az egy jó dolog, hogy elkerül az ütéseket, viszont ha nem tud belőle dolgozni, akkor tulajdonképpen ez nem elég ahhoz, hogy elvigye a meneteket, tehát egy kicsit lehet, hogy inkább befele kellett volna mozognia, vagy úgy próbálni olyan szögbe kerülni, úgy lépni, hogy így. Szép, nagyon jó az a jobbos, utána a balos is. Igen, most nem lépett hátra, hanem elhajolt, és utána jött a jobb kéz, amikre az edző is felhívta a figyelmet. Pont csínybe ütötte, és meg is ette ezt a nigériai. Megint jön az utasítás, a bíztatás az egyenesekre. Most értik azt is, amit a másik sarokból mondanak az ellenfélnek. Ennek a menetnek is eltelt már a fele. És megint ugyanaz a helyzet állt elő, mint az előző menetekben, hogy relatíve kevés
találattal is el lehet vinni ezeket a meneteket, mert nem pörög annyira a mérkőzés. Régen elég jó ereje volt azért Brewsternek abból a szempontból, hogy 35 meccset nyert a 39-ből, és 35-ből 36 kiütéssel. Ez egy szenzációsan jó arány. Igen, illetve hát elég dinamikusan is boxolt, tehát nem csak az ütő ereje jó, hanem az a dinamika, hogy ezeket célba jutatta, az mindenképpen figyelemre méltó volt. Én pont ezt a fajta dinamikát hiányolom egyébként most jelenleg az ő bunyójából. Olyan magasra felcsúszott a szuszpenzorának a rőzítője, hogy már lassan a hónalja alatt van. Nem, mintha testütésektől kellene félteni Brewstert, nem is emlékszem, hogy bárki ütött volna egyetlen testütést ezen a meccsen. Ami érdekes, mert ezzel verték meg legutóbb Olukunt, és eddig egyetlen alkalommal. Nem kerül Brewster olyan közel, hogy jól tudjon dolgozni testre, anélkül, hogy különösebben leengedné a kezét, úgyhogy ebből az ütő távból neki inkább a fejre kell koncentrálnia, mert ha megpróbálja testre